Egyre többen vásárolnak tudatosan városunkban is. Többen szeretnék elkerülni a karácsonyi sorban állást, ezért előre megrendelték az ünnepi pékárút. Lacik Dénes Né televíziónak elmondta, hogy évről évre több megrendelést vesznek fel az ünnepi időszakban. Hát jóval többet sütünk, de az, az igazság, hogy főleg az utolsó napra, mert nyilvánvaló, hogy mindenki a legfrissebbet szeretné. Nem csak kenyeret, de beiglit is többen rendelik meg az ünnepre. Valaki persze pontosan kéri a karácsonyi süteményt. Zsúrkenyeret is, de zsúrkenyér inkább szilveszterre, hát most nem igazán lesz szilveszter, úgyhogy attól elbúcsúzhatunk. Kalács, amiből a legtöbb van, és hát ezen kívül természetesen a kenyérből. Érdemes előre megvenni a hétvégi adagot, mert szombaton nem lesznek nyitva. Csütörtök az utolsó nap, amikor nyitva vagyunk, akkor tudják megvenni, viszont nagyon sok bolt már vasárnap nyitva lesz, és mi már vasárnapra sütünk. Kruc István is rendszeresen itt vásárol, meg is rendelt a speciális direkt kenyerét. Mi általában meg szoktuk rendelni mindig a kenyeret. Nekem van egy kimondott direkt kenyerem az egész évben, megvan, hogy mikor, hétfőn, pénteken, és ilyenkor természetesen karácsony előtt pedig pontosítjuk az összes pékárút, ide beleértem a kiflit is, az esetleges karácsonyi kalácsot is beleértve. Úgyhogy ezt előre meg szoktuk rendelni, és akkor rövid idő alatt tudunk végezni. Nekem az extra igényem az az egy, hogy a család szereti a teljes kiörlésünk, meg a rostkenyeret. Én nekem van ez a direkt kenyerem, ami azt jelenti, hogy mikor a többi kenyeret kiveszik a kemencébe, az enyémet még direkt 5 percig benne hagyják, hogy jó sült legyen, és ez a buci kenyér. Ez a másik vásárló azt mondta televíziónak, hogy a karácsonyi birka pörkölt elképzelhetetlen friss kenyér nélkül. Hát az igazság, hogy a karácsony az nem múlhat el birkapörkölt nélkül se, és a birkapörköltöhöz tunkolni nagyon-nagyon jó a friss kenyér. Abban az igazi. Az üzletvezető azt javasolja, aki több kenyeret vesz, nyugodtan fagyassza le, és így biztosan friss lesz, ha hétvégén kiveszi a hűtőből.